Igazi úttörős akadályversenyt szerveztek a tanárok a Mözsi Általános Iskola tanulóinak, akik helyszínül a Tonai vízpartot választották. A már hagyományosnak mondható évvégi gyermeknapi rendezvény zárásaként este diszkóba várják a diákokat, remélve, hogy méltón búcsúztatják el az elmúlt tanévet. A jobb után, jobb a bal után, innennek a sárga kutyák végig az utcán. Tavaly volt a gyerekeknek egy olyan kérésük, hogy szeretnének egy igazi, régi, olyan majdnem úttörős akadályversenyt rendezni, illetve szervezzünk nekik, és sajnos az idő elmosta, úgyhogy az idén mindenféleképpen ragaszkodtak hozzá, hogy itt a Dunaparton csináljunk nekik egy ilyen nagyszabású akadályversenyt. Nos, ami az időt illeti, az idei rendezvény valóban jól sikerült. Sütött a nap, szórakoztak a résztvevők és viaskodtak a csapatok, így például a sántakutyák és az igazgatóbácsi vérnyomás mérője. Mikor felállítjátok a sátrat, akkor mi az, amire oda kell figyelni? Az, hogy feszes legyen minden kifeszítő kötél, mert különben összedől a sátor és szélnél. Milyen volt a csapat, mennyire segített neked? Nagyon segítettek. Csapatmunka volt. Bálint szerint az egész iskola jól érezte magát az évvégi gyermeknapi rendezvényen. Persze a program sikeréhez az is kellett, hogy a felnőttek, vagyis a pedagógusok is újra gyermeknek érezzék magukat. Így előkerültek a régi sorverseny feladatok, melyeket mindenkor gyermeke szívesen teljesít. Van egy nagyon érdekes totó, amit a gyerekeknek kell kitölteni csupa tréfás kérdéssel. Van mocsáron való átkelés, ami elég hosszadalmas, mert igen nehezen megy nekik. Sátorfelállítás készülve itt a nyárra, hogy egy kicsit gyakorlatuk legyen benne. Itt vagyunk a gyönyörű Dunaparton, a Dunáról kell nekik dalokat összegyűjteni és egyet nagyon szépen előadni. Versírás a nyáról megadott kulcsszavakkal, aztán zsákbafutás és virágkötészet, amivel hajukba kell egy nagyon szép kompozíciót készíteni. És a legvégén, amikor megérkezünk ide vízi színpadra, egy reklámot kell előadniuk, amit egy mesébe kell átültetniük. Például ilyenek feladatokat kapnak, hogy hogyan tudná Hófehérke reklámozni a legújabb mosóport. Tehát a mese valósággá vált, vagy mese lett egy napra a valóság?